Jelenleg így néz ki a Bicskei Vajda János Technikum főépülete. Az intézményben azonban teljes energetikai korszerűsítést végeznek a következő másfél évben. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum intézményeként a Bicskei Iskola is részesül abból a 6,4 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból, melyből a Szakképzési Centrum korszerűsítheti épületeit összesen közel 900 millió forint értékben. Kiemelt szerepet szeretnénk szánni a Vajda János Technikumnak, hiszen ebben a régióban nincs másik olyan intézmény, amelyik fel tudná ölelni azokat a tanulókat, akik hozzánk szeretnének jelentkezni. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy örömmel tölt el engem is, illetve a kollégáimat is az, hogy tudunk egy olyan lehetőséget biztosítani, amikor szakmapalettát is tudunk változtatni, módosítani, bővíteni. Hiszen a projektnek köszönhetően az évtizedek óta elhagyatott Tatai úti óvoda épületében egy tanműhelyt hoznak majd létre. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően a helyi ipari és munkaerőpiaci igényekhez igazodva el tudják majd indítani Bicskén a gépészeti képzést is a Vajda János Technikumban. Konkrétan már most a 24 szeptemberi osztályaink közül a gépészet ágazatot is el tudjuk indítani. Az előbb az iskola vezetéssel egyeztetve a jelentkezési számok ezt alá is támasztják, hogy ez meg fog történni. A projekt keretében pedig olyan lehetőségeink is vannak, hogy nem csak az ágazati alapozás utáni szakirányi oktatást tudjuk, tehát egy technikus végzettséghez juttatni a tanulókat, hanem lehetőség van arra is, hogy az ipari igényeknek megfelelően akár helyi belső továbbképzéseket is képesek vagyunk majd a cégek vonatkozásában megvalósítani, hiszen egy professzionális műhely kialakítására kerül sor. A szakképzési centrumok komplex fejlesztését célzó országos projektben egyébként a Székesfehérvári Szakképzési Centrum 6 intézménye is érintett. A Bicskei Technikum mellett Fehérváron felújítják a Deák Ferenc Technikumot, a Bugátot, a Széchenyi és a Váci Mihály Technikumot, valamint Móron a Perczel Mór Technikum, szakképzőiskola és kollégiumot is.